Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 6-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy mi foglalkoztatja őt. Ez egy harc, egy küzdelem. De a hetes szám itt arra utal, hogy neki vannak ebben a helyzetben vágyai, álmai és reményei. A második kérdés pedig az volt, hogy érzi magát, milyenek az érzelmei. Ez a ravasz róka itt ellop valamit. Itt hazugságokról van szó, olyan dolgokról, ami őt foglalkoztat, ezek a hazugságok, hamisságok, és ezt mutatja ez a harc is. Tehát van valaki az ő környezetében, aki hazudozik, furcsa, vagy ellop tőle valamit. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek? Semmit. Itt áll és várakozik. Mint egy király, ő uralkodik a levegő eleme felett. Kell számára a szabadság érzete, a levegő eleme mutatja ezt is, és ő szeretne valamit tisztázni, ő szeretne beszélni veletek, de várakozik. Vár arra, hogy ti jelentkezzetek. Az is lehet, hogy ez a lopás itt arra utal, hogy félelmei vannak, hogy valaki ellop benneteket és elveszít titeket. Ez lehet ez a belső küzdelem is, és mint mondtam, ez a hetes szám utal az ő álmaira, tehát ő álmodozó, és vár arra, hogy ti jelentkezzetek, hogy ti közöljetek vele valamit, mert akkor megnyugszik, akkor tudja ő, hogy senki nem fog titeket elvenni tőle. De mindenkinél másképp hat, vannak, akik ebben a helyzetben vannak, mások pedig egy más helyzetben, hogy itt tényleg csalásról, lopásról van szó. A napi kártyát ez a hölgy mutatja, egy kulcs van a kezében, és ezzel a kulccsal ki lehet egy ajtót nyitni, ezek a lehetőségek utal a nyitottságra, viszont ezzel a kulccsal be lehet valamit zárni. És ha mi lezártunk valamit, és zárkózottak vagyunk, lehet, hogy ezáltal nyílik itt egy új ajtó, egy új irány, egy új lehetőség. Ez a kártya mutathatja azt is, hogy ő viselkedik így. Olyan zárkózott, visszahúzódó, mint ahogy ez a király itt mutatja. Várakozik, és vannak elvárásai, hogy ti nyitjátok ezt az ajtót. És ebben a lehetőségben bízik, ez az ő reménye. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás.
Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven egy videófelvétel a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!